Tisztelt nézőim! Egyiptom. Az antik világ legnagyobb birodalma a Nílus mentén. Ha az egyiptológus szakembereket hallgatjuk, az az érzésünk lehet, nincs több titok ezzel a kultúrával kapcsolatosan, minden kérdést tisztáztak. Nos, ma nem az egyiptomi történelemről szeretnék előadást tartani. A történészek azt jobban tudják, mint én. Sokkal inkább néhány nyitott kérdésre szeretnék rámutatni. Érdekes megfigyelésekre. Olyanokra, amelyek mind máig tisztázatlanok. Önök például találkoztak már ezzel a tárgyal? Természetesen Egyiptomból való. Látható a hieroglifákon. De mi lehet ez valójában? Megpróbáltam utána nézni komoly szakemberek írásaiban. Nem kevesebb, mint 18 nagynevű egyiptológus könyveit tanulmányoztam át, hogy kiderítsem, mi is lehet ez a tárgy. Egy helyen azt olvastam, hogy ez az örökkévalóság szimbóluma, mások szerint a barátság jelképe. Míg mások azt állítják, hogy a tiszteletadás egy formája. Van, aki az álhatatosság szimbólumának tartja. De olyan véleményt is ismerek, miszerint prehisztorikus fétis ábrázolás. Bizonyos helyeken kis alakok közt elhelyezve látható. Egyébként a szaknyelv Jed oszlopnak nevezi, akármilyen furcsán is hangzik. Egy bizonyos egyiptológus szerint a Jed oszlop valójában egy lombját vesztett fa. Valahol azt olvastam, hornyokkal ellátott cölöp vagy karó. De azt is mondják, hogy a termékenység szimbóluma. Egy nagy tudású egyiptomi szakember azt bizonygatja, hogy egyik istenük név szerint Ptah isten ábrázolására alkalmazták. Vagy megint egy másik vélekedés szerint a Jed oszlop a pénisz, a férfiasság szimbóluma. Hát, én nem örülnék az ilyen férfiasságnak. Memphisben, Egyiptom egykori fővárosában saját különleges rítusa volt a Jed oszlop felállításának. Ezt a szertartást csak beavatott papok végezhették. Ám mielőtt részletesen foglalkoznánk a kérdéssel, tennünk kell egy rövid kitérőt. A 19. században a kultúrtörténészek egy különösen érdekes megállapításra jutottak. A történelem során, amikor egy technológiailag fejlett társadalom egy technológiailag fejletlennel találkozott, a fejletlen nép értetlenül fogadta a számára ismeretlen kultúrát. Ez világos. És a fejletlen népek ilyenkor lemásolták azt, amit a fejlettebbeknél láttak. Mintegy imitálták azokat a tárgyakat, amelyekről azt sem tudták, hogy mik azok. A szaknyelvben ezt úgy hívjuk kalgó kultúra. A kalgó szót bizonyára ismeri. Így jöhetett létre például egy szellemrepülőtér, fából és szalmából készült repülőgép utánzatokkal. A benszülöttek nyilván láttak valódi repülőt, de nem tudták, hogy mi az. Vagy az ókori Japánban így keletkezhettek ezek a furcsa ábrázolások bizonyos oltárokon. Bizonyára fontosnak tartották ezeket az alakzatokat, csak hogy abban az időben Japánban nem ismerhették a szemüveget vagy a pántolást. De akkor mit másoltak le? Nézzük Közép-Amerikát, egy ábrázolást Mexikóból. Itt mintha egy isten alak szállna le a felhők közül. Ha alaposabban megnézzük, úgy látjuk, sisakot visel a fején, a szája előtt pedig egy mikrofon van. Keze a föld felé mutat, valóban, mintha lefelé ereszkedne, lábai az ég felé állnak. Copánban, ami a mai Honduras területén fekszik, Isten és pap szobrokat találunk, amelyek mintha egy kis dobozt tartanának maguk előtt. Közelről nézve olyan, mintha ez az alak valamilyen billentyűzeten tartaná a kezét. Mi ez az egész? Félreértett technológia. Ez azonban csak néhány kiragadott példa, amilyet bőven találhatunk még. Ilyesmit láthatunk a mexikói Palenkében, a szentély csodálatos fali táblájén ábrázolt jeleneten. A kép közepén egy férfi alakot látunk, előrehajló testtartásban. Olyan, mintha egy karosszékben ülne, valamiféle készülék lenne az arca előtt, és mindkét kezét használna valamilyen tevékenységhez. Bal lábának talpát pedig, mintha egy pedálon tartaná. Azt hihetjük, hogy egy szerkezetben ül, amelynek hátsó részén tűzcsóvákat látunk. Mindez tehát a kalgó kultusz, a félreértett technológia ábrázolása.
Ugyanígy kérdezhetjük, mi a helyzet a JET oszlopokkal. Az is egy félreértett technológia ábrázolása. Szeretném most ezt a különös tárgyat közelebbről bemutatni. Abydosban vagyunk. Abydos egy ókori szentély, amit első Széti, első Ramszesz fia építtetett Krisztus előtt 1300 körül. Fantasztikus domborművek, csodálatos színekben. Napjainkban is gyönyörködhet bennük a látogató első Széti templomában, Abydosban. És íme itt is felbukkan a falon ez a különös tárgy, vagyis ez a furcsa alakú JET oszlop. A kutatások eredménye szerint a fali képek első Szétit Ízisz istennővel ábrázolják. Egyikük átadja a másiknak a JET oszlopot. Hogy az istennő adja át azt a fáraónak, vagy a fáraó az istennőnek, arról lehetne vitatkozni, de ennek nincs is jelentősége. Az azonban megállapítható, hogy ez az oszlop valami fontos tárgy lehetett, ha egy fáraóval és egy istennővel együtt ábrázolták. Emellett azt is láthatjuk, hogy a tárgy maga ugyanolyan nagy, mint az emberi alakok. Az oldalsó helyiségek falán is újra és újra felbukkan ez a különleges dolog. Az azonban megmagyarázhatatlan, hogy ott már nem olyan nagy, mint egy ember, hanem egészen kicsi. Ezen a képen úgy láthatjuk, mintha zsinórok lógnának lefelé a mennyezetről. Középtájon, illetve attól jobbra JET oszlopok láthatók, a zsinórokhoz rögzítve. Végül lássuk még mindig Abydosban a világhírű királylistát. Ez a felsorolás fontos dokumentumként szolgál az egyiptológusok számára annak bizonyítására, hogy tudnak az összes egyiptomi királyról, vagyis fáraóról és minden fontos adatról. Ebben a kőbe vésett névjegyzékben 76 király neve szerepel. Széti fáraó ebben a felsorolásban mutatja be Ramszesznek az elmúlt korok egyiptomi királyait. Csak hogy, és ez fontos, körülbelül 300 évvel Krisztus előtt élt Egyiptomban egy pap, akit Manetónak hívtak. Tanult ember volt, járatos volt mind az egyiptomi, mind a görög kultúrában. Manetó összeállított egy három kötetes művet az egyiptomi történelem kronológiájáról, és a királylistát átültette görög nyelvre is. Ez a mű sajnos már nem létezik, de a későbbi egyházfejedelem, Cezáriai Eusebius számos fontos adatot vett át műveihez Manetó munkájából. Manetó szerint az első 390 király összesen 4440 évig uralkodott. Ehhez jöttek még kezdetben az istenek, félistenek és istenfiak. De róluk ezen a királylistán nem esik említés. Akár csak a másik világhírű királylistán, a turini papíruszokon sem. Egyébként Manetó királylistáján nem szerepel a világhírű Keopsz fáraó, aki a nagy piramis építkezéseket hajtotta végre. Ezen a másik királylistán viszont már rajta van Keopsz is. Amerika legismertebb egyiptológusa, Mark Lehner professzor véleménye szerint a lapidárium, vagyis az egyiptomi kronológia és a dinasztiák adatai napjainkban is vitatható. Senki sem tudja, hogy mi történt valójában az egyiptomi történelem kezdetén. Innen a királylistát bemutató faltól átjáró vezet egy egyedülálló komplexumhoz. Az építmény néhány méterrel mélyebben fekszik, Ozerionnak, vagy Ozirionnak is nevezik, és a fennmaradt források szerint itt temették el Oziris isten fejét. Ez egy nagyon különös történet. Ozirisnek volt egy fivére, Szét, aki irigy és féltékeny volt bátyjára. Megölte őt, tetemét feldarabolta, és a fejét itt temette el. Látható, hogy ez a hatalmas építmény sokkal korábbi időkből származik, mint maga a Széti temploma, amit korábban láttunk. A francia régész Édouard Naville, aki a 19. században két éven keresztül dolgozott itt, azt állapította meg, hogy ez talán a legrejtélyesebb és a legrégibb építmény egész Egyiptomban.
nem illik Szétihez, és ahhoz a korhoz, amelyből a templom származik, mivel az egész komplexum megalitikus jellegű. Az pedig sehogyan sem illeszkedik Széti korához. Itt az egyes elemeket egyenként darabról darabra helyezték egymásra. Az építmény részben víz alatt helyezkedik el. A Nílus a nagy folyó nincs messze innen. Bárki is építette ezt a komplexumot, ismernie kellett azt a technológiát, amivel a víz távol tartható. 100 tonnás kőtömböket kellett kitermelni, lecsiszolni, ide szállítani, és valamiféle emelő szerkezettel a helyére emelni. Mégpedig olyan pontosan, hogy még egy borotva penge se férjen be két hatalmas kőtömb közé. És figyeljük meg ezt a technológiát, a csiszolás minőségét, a formák tisztaságát. Micsoda tervezési munkára volt itt szükség. Ezt még egy laikus is felismeri. És a későbbi templom részben e fölött az épület fölött található. Tehát az alsó valóban öregebb. De térjünk csak vissza a Dzsed oszlopokhoz. Nézzünk egy további példát. Most a denderai templomot látogatjuk meg. A denderai egy fiatal szentély, körülbelül Krisztus előtt 100-ban épült. Csakhogy ez a fiatal templom ősrégi alapokon áll. A 19. században itt dolgozott Dünischer professzor, aki megállapította, hogy Dendera temploma a harmadik szent hely, amelyik ezen az ősi alapépítményen áll. És nézzék, milyen káprázatos ábrázolásokat találunk itt. Micsoda színpompa! Ilyennel először itt találkozunk. Az Isten alakok csillagok között jelennek meg. Ahogy tanultuk az iskolában, az egyiptomiak felfogása szerint a nap keleten kell, áthalad a Nílus fölött, és nyugaton nyugszik le. Ez magyarázza és határozza meg az istenek ábrázolását a legtöbb domborművön. Itt azonban más a helyzet. Úgy tűnik, mintha az itt bemutatott Isten alakok a csillagokból érkeztek volna. Hiszen a csillagos égbolt előtt jelenik meg Osiris, Ízisz és a többi isten alakja is. Vajon mi indokolja ezt a fajta ábrázolásukat? Menjünk le az alapokhoz. Itt találunk egy meglehetősen kis nyílást, egy szűk lejáratot. Nem egyszerű ezen keresztül lemászni. Azt szoktam javasolni a turistáknak, hátrafelé másszanak le, mert a nyílás nem nagyobb, mint amelyen egy kutya befér. Az egyiptológusok azt vallják, hogy itt valaha könyvtár, vagy valamiféle levéltár lehetett, vagy kultikus tárgyak tárolóhelye. És mit látunk itt a falakon? Furcsa ábrákat, és megint a Dzsed oszlopot. Mintha most támasztana valamit. Tán valamiféle körtét, és a körtében, mintha egy kígyószerű alakot látnánk. Mit keres itt a Dzsed oszlop? Egészen más környezetben van, mint Abydosban, vagy az apró figurák között. Valamiféle régi technológiát ábrázoltak így. Nem zárhatjuk ki. Az egyiptomiakról szerzett ismereteik alapján két tudós is azt állította, hogy az elektromosságnak valamiféle ősi ábrázolásáról lehet szó. Ez pedig annak igazolására szolgál, hogy elektromosság létrehozásához nem szükséges isteni segítség vagy földön kívüli erő. Anélkül is megy. 1936-ban a Bagdadi Múzeumban találtak egy nagyon különös vázát. Egy német mérnök, Wilhelm König ismerte fel a különlegességét. A váza belsejében vasat találtak, simára csiszolva és felhengerelve. A vashengerben pedig egy rézrudat. Az egészet felülről bitumennel zárták le. A bitumen nem más, mint aszfalt. A vázban alul pedig citromsav maradványait találták meg. A német mérnök Wilhelm König azonnal felismerte, hogy ezt a galván elem elvén állították össze. Két elektromos laboratóriumban is modellezték ezt a felfedezést. Ezen kívül egy fiatal svájci kutató is megpróbálta összeállítani a modellt.
citromsavat öntött a készülékbe. És lássanak csodát! A szerkezet már is 2,5 volt feszültséget mutatott. A Mystery Parkban mi is elkészítettünk egy hasonló modellt erről a különleges készülékről, illetve kísérletről, hogy mindenki számára elképzelhető legyen. Valóban citromsavat használtunk, és beindítottuk a folyamatot. Ott, ahol a lótusz virágszerű forma látható, ott van az elektromos körte foglalata. Bevezettük az elektromosságot, és az izzószál valóban égett. Fényt csináltak a fáraóknak, vagy a papok talán ezzel a varázslattal próbálták az embereket befolyásolni. Miért is ne? De már is felmerül egy alapvető kérdés. Megengedhetőek az ilyen játékok? Szabad-e ilyet csinálni? Tény az, hogy nem tudjuk, mire is szolgált a dzsedoszlop. Valószínűleg valamiféle szent tárgy volt, egészen nagy és egészen kis méretben is. Az ősidőktől kezdve egészen Ptolemaiosz koráig. A dzsedoszlop mindenhol felbukkan, és a legkülönbözőbb jelentést hordozza. Ezért lehetünk biztosak a fontosságában. És hogy lehet-e játszani ezekkel a kísérletekkel, mint a mi esetünkben az elektromossággal? Igen, ha utalást találunk egy jelenségre, mint itt a galván elem működési elvére. Érdemes feltenni a kérdéseinket. Szinte minden héten előfordul velem, hogy fiatalok, akik éppen túl vannak az érettségi vizsgáikon, megkérdezik, milyen irányba folytassák tanulmányaikat. Azt szoktam mondani, hogy ha megengedheted magadnak, kezdj el tanulmányozni valamilyen régi írást vagy régi nyelvet. Mondjuk az egyiptomi hieroglifákat, vagy akár a sumérok ősi ékírását. Vagy próbáld megfejteni a közép-amerikai maják írását. És ha már ismered a régi írást vagy a régi nyelvet, próbálj meg néhány kulcsfogalmat kiemelni és új tartalommal megtölteni. Hogy mire is gondolok? A kereszténységben az összes vallásos irodalomban ismerjük az angyalok, és ugyanígy az arkangyalok fogalmát. Az angyal olyan lény, amelyik leszáll a felhők közül, az arkangyal pedig a felvezetője az angyalok seregének. Mi történik, ha az angyal fogalmát egy új elnevezéssel, a földön kívüli szóval helyettesítjük? Az egész szöveg már is új értelmet kap. Az arkangyal lesz a földön kívüliek csapatának felvezetője. Más gondolkodás, mód és ezáltal más értelmezés. Talán az előbbiekben bemutatotthoz hasonló gondolatvezetés, kísérletezés, merőben új és érdekes következtetésekhez, válaszokhoz vezethet el bennünket. A Jet oszlopokkal, Abydosszal, az Oziriummal, Denderával, gondolom, sikerült felkelteni sokat kíváncsiságát. De van még számtalan egyéb rejtély is, amelyek ugyancsak gondolatokat ébresztenek. Mindenki tudja, mi az a Sphinx. A Sphinx szó maga mindhárom nemben is előfordulhat a német nyelvben. Erről nem érdemes vitatkozni. Lényegében egy oroszlán testű alak megjelenítése. Azt azonban kevesen tudják, hogy a Sphinx teste évszázadokon át egyáltalán nem volt látható. Ugyanis vastag homokréteg alatt feküdt, és többször is ki kellett ásni a homokból. Herodotosz az egyik legnagyobb történetíró, aki Krisztus előtt 450-ben itt járt, egyetlen szót sem írt a Sphinxről. Valószínűleg nem látta. Csak hogy nem beszélhetünk Sphinxről így egyes számban. Rengeteg volt belőlük, hiszen a Nílus mentén minden óegyiptomi településnek voltak saját Sphinxei. Indokolt hát a többes szám használata, volt belőlük szép számmal. Talán nem is találunk olyan templomot, szentélyt, kultikus központot, ahol ne fordulna elő az ilyen furcsa keveréklények valamiféle ábrázolása. Ember állatszobrok, amelyeknek különleges erőt, szimbolikát tulajdonítottak. Itt vagyunk a Luxori szentélyben, Egyiptom középső részében. Itt nem is egy, hanem mindjárt két templomot találunk. Luxorban és Karnakban. Luxor és Karnak között 3,8 km a távolság.
Képzeljék csak el, ezen a 3,8 km hosszú szakaszon végig jobb és baloldalon pár méterenként állt egy szfinx. Ha utána számolunk, ez több mint 1000 darab lehetett. Csak ezen az egy szakaszon. Egészen biztos, hogy fontos jelentőséget tulajdonítottak nekik. De mind a mai napig nem tudjuk, mi lehetett ez a fontos funkció. Csupán csak jelképek voltak, csak az erőt voltak hivatottak demonstrálni. Nem. Valami kellett, hogy legyen ezen felül is. Egyébként itt ezeknek a szfinxeknek csinos, szabályos arcuk és testük van. Most már is Szakkarában vagyunk. A legtöbb turista, aki felkeresi Egyiptomot, egyszer elkerül Szakkarába. Itt áll ugyanis a híres lépcsős piramis. Megnézik a szentélyt is a piramis mellett. Megpihennek egy kőrakáson, elfogyasztják a magukkal hozott szendvicset, megisznek egy kólát. Tekintetük végig pásztázza a végtelen sivatagot. De valószínűleg egyikük sem sejti, hogy itt a homok alatt egy több kilométer hosszú járatrendszer található. Az egyik ilyen föld alatti létesítményt Szerafeumnak hívják. A Szerafeum elnevezés az egyiptomi Szerfisz és a görög Apisz, a Szent Bika görög elnevezésének összevonásából alakult ki. Itt egy hatalmas föld alatti kriptát, sírboltot alakítottak ki. Jobb és bal oldalon fülkék találhatók, és ezekben a fülkékben vannak elhelyezve a világon feltárt legnagyobb szarkofágok. A szarkofágok alsó része 80 és 100 tonna súlyúak. Még a szarkofágok teteje is 20 és 40 tonna közötti, a kőanyaga pedig Aszuánból származik. Az aszuáni gránit a legkeményebb az eddig ismertek közül, de Aszuán ettől a helyszíntől körülbelül 1000 kilométer távolságra fekszik. Nos, mindez egy véletlen felfedezés nyomán vált ismerté. A 19. században itt dolgozó francia régész Auguste Mariette Bika múmiák után kutatott. Tudta, hogy van ilyen itt Egyiptomban, de nem talált egyet sem. Auguste Mariette ellentétben mai kollégáival a kutatásai során nem éppen a legtisztább módszert alkalmazta. Robbanóanyagot, dinamitot használt. Szó szerint lezuhant a mélybe és rábukkant az egyik legnagyobb föld alatti szarkofágra. Biztos volt a dolgában. Meg volt győződve arról, hogy Bika múmiákat talált a sírboltban. Nagy nehézségek árán sikerült elmozdítani helyéről a szarkofág tetejét. De a legnagyobb megrökönyödésükre nem azt találták, amire számítottak. Nem Bika múmia volt a szarkofágban, hanem ragacsos, nyúlós, fekete aszfalt. Ugyanakkor figyeljünk erre a rendkívül pontos, precíz munkára. Micsoda teljesítmény volt ennek a sírboltnak a kialakítása. Szakmunka, technológia és pontos szerszámok kellettek hozzá. Auguste Mariette tehát kilapátolta az aszfaltot a hatalmas koporsókból, és az aszfaltban kis darabokra tördelt csontmaradványokat talált. Mit jelenthetett mindez? Hol vannak a Bika múmiák? Mert valóban voltak Bika múmiák az ókori Egyiptomban, de nem a Szent Bika múmiái. Mivel a Szent Bika egy különleges állat volt. A régi korok történészei azt állították, hogy az Apis Bika nyelvén csillagok voltak, és háromszög ékesítette a homlokát. Ezek a bikák nem természetes úton jöttek a világra. Ezek az Apis bikák közvetlenül az istenek teremtményei voltak. Az Apis bika egy hatalmas testű lény lehetett. Leírások tanúsága szerint az emberek rettegtek az Apis bikáktól. Sok legenda szólt arról, hogy az Apis bika rombolt, pusztított dühében, szentélyeket döntött le, földeket dúlt fel. De mégis szent állat volt. Ahogyan Indiában, még napjainkban is szent állatnak tartják a tehenet. Nem is lehetett tenni semmit az Apis bikák ellen, mert az istenek által teremtett élőlény volt. Erről szólnak tehát az írások, és a régészek nem találtak Bika múmiákat, pedig itt keresték azokat ebben a sírboltban. De itt mégsem volt semmi. Nos, tisztelt nézőim, gondoljuk végig még egyszer azt, amit itt láttunk.
Valamikor régen egy munkás csapat itt dolgozik a sivatagban, még meglehetősen egyszerű építőeszközökkel. Talán éppen volt már réz és masszerszámuk, és járatokat alakítanak ki a föld alatt, a járatok mindkét oldalán pedig fülkéket építenek ki. És 1000 kilométerre innen ugyancsak dolgozik egy csapat, ugyancsak elég primitív szerszámokkal, és tömbönként vágják ki a létező legkeményebb gránitot a sziklából. Majd elszállítják a nehéz kőtömböket a Níluson lefelé 1000 kilométerre. Abban a korban még 3 elkülönülő folyamszakasza volt a Nílusnak. Napjainkban már duzzasztókkal oldották meg a zavartalan hajózást, de az ókorban ez azt jelentette, hogy a hajó rakományt mindig ki kellett emelni a szárazföldre, és a következő szakaszon újra fel kellett rakodni a hajóra. De végül mégis megérkezhettek Szakkarába, és valahogy oda juttatták a kőtömböket a föld alatti fülkékbe. Ezután beletették a ragacsos aszfaltot, beledobálták a darabokra tördelt csontokat, és újabb megfeszített munkával ráhelyezték a 20-40 tonna súlyú koporsófedelet. Vajon miért? Ha az ókori egyiptomiak valamiért meg akartak volna szabadulni bizonyos tetemektől, hát elszórták volna azokat a sivatagban, vagy odavetik a krokodiloknak. Összetördelt csontdarabkák miatt csak nem kell föld alatti objektumot építeni, és 1000 kilométerről hatalmas gránit tömböket ide szállítani, és azokat rendkívüli precizitással méretre szabni és lecsiszolni. Itt valami nem stimmel, ezért vissza kell nyúlnunk Herodotoshoz. Herodotosz író volt és koranagy történetírója, aki 450-ben Krisztus előtt itt járt. Azt írta, a papok itt 341 szobrot mutattak meg neki, mégpedig kőszobrokat. A tanítványaik csúszó talpakon papírus tekercseket vittek utána. A főpap pedig minden egyes szobornál elmondott néhány mondatot. Herodotosz szerint a 341 szobor 11.340 évnek felel meg. Ugyanis akkor élhettek az istenek a földön, és azóta nem jöttek el a földre. Ha mindezt ellenőrizni akarják, üssék fel Herodotosz Egyiptomról írt történelemkönyvét, annak is a második kötetét, a 41-42. Fejezetnél. Napjaink egyiptológusai azonban csak ott veszik komolyan Herodotosz írását, ahol az beleillik az általános képbe. Ahol azonban nem illik bele, ott figyelmen kívül hagyják. Az Egyiptomban elfogadott vélemény szerint Ménész volt az első fáraó, Krisztus előtt körülbelül 2920-tól. Ugyanez a hivatalos álláspont átvette Herodotosztól azt a jelentést is, miszerint Ménész Memphis fölött elvezettette a Nílus vizét. Ugyanakkor a hivatalos történetírás már nem veszi át Herodotosztól a 18 sorral lejjebb közölt megállapítást, sőt, elhallgatja azt. Így szól az idézet. Ménész után következett 330 egyiptomi király, akiknek a nevét a papok egy könyvből olvasták fel nekem. A többi ókori történetíró, Gíró, Plutárkó, Strabón, akik ugyancsak jártak itt és megemlékeznek erről a helyről, valamennyien egészen másképpen datálják a történéseket és uralkodókat, mint ahogy azt napjaink hivatalos anyagából megismerhetjük. És ez valóban probléma. Hiszen az ókori Egyiptomban az idő meghatározáshoz, az események datálásához nincs egy kiinduló pont. Mi keresztények naptárunk kiinduló pontjának Jézus születését határozzuk meg. Az antik rómaiaknál Róma város alapításának időpontja a naptárkészítés alapja. Vagyis Krisztus előtt 753. Az ókori egyiptomiaknál ezzel szemben nincs egy olyan esemény vagy dátum, ami egy fix időponthoz lenne köthető. Kicsit olyan ez, mint a puding. Sehol sem lehet beleharapni. Vagyis nincs kiinduló pontunk. A szakemberek különböző dátumokhoz köthető leletek alapján rekonstruálták az egyiptomi kronológiát, mint amilyen az abidoszi királylista vagy csillagászati számításokat vettek alapul. Később azután már exakt, pontos kronológiát készítettek, de csak Keops, vagyis a negyedik dinasztia utáni időkről. A korábbi időszak még mindig átláthatatlan. Sokszor kérdezik az egyiptológus hallgatók, milyen témát válasszanak a disszertációjukhoz.
Azt szoktam javasolni, hogy tanulmányozzák a Manetto-féle régi adatokat, amiket Eusebius az egyház fejedelem közvetítésével ismerhetünk. Hasonlítsák össze ezeket az ismert adatokkal és az ismert nevekkel. Látni fogják, hogy vannak olyan nevek, amelyek minden felsorolásban szerepelnek, tehát valaha létezett személyek nevei, csak hogy az egyes kronológiák sehogyan sem stimmelnek. Ezután a kitérő után azonban térjünk vissza Szakkarába, a föld alatti építményhez. August Mariette tehát nem találta meg a Szent Ápiszbika múmiáját, ehelyett bitument, aszfaltot és feldarabolt csontokat talált. Mi erre a magyarázat? Az ókori egyiptomiak minden életformát mumifikáltak. Amit látnak, ugyancsak egy föld alatti építmény. Itt 5 millió, igen, jól hallották, 5 millió és nem 500 ezer mumifikált madártetemre bukkantak. Ezek túlnyomó részt ibisz madarak voltak. Képzeljék csak el, 5 millió madár tetemét kellett kizsigerelni, bebalzsamozni, bekötözni és a képen látható tartókba belehelyezni. De nem csak madarakat mumifikáltak, ugyanitt találtak újszülött pávián tetemeket is. A legtöbb tároló edényt még fel sem nyitották. De miért is kellene 5 millió dobozt felnyitni, ha csupán madármúmiát rejtenek? Mint említettem, az ókori egyiptomiak szó szerint mindenféle élő lényt mumifikáltak. Ebben a föld alatti építményben találtak 200 ezer mumifikált krokodilt, sőt, a krokodil tojások is külön betekerték és elkülönítve tartották. De hát találtak például mumifikált halakat, mumifikált kutyákat is, természetesen páviánt is. Egyszerűen minden életformát mumifikáltak. Hogy miért? Az egyiptomiak hittek az újjászületésben, de azt vallották, hogy csak akkor lehet újjászületni, ha a régi test is megmarad. Felfogásukban sok helyen megjelenik a ká és a bá fogalma, amire mi azt mondanánk, hogy lélek és öntudat. És az öntudat majd egy új testben jelenik meg újra, de csak akkor, ha a régi testet megóvják és megőrzik. Mint látjuk, mindent mumifikáltak, csak éppen a Szent Ápiszt nem. Miért nem? A pap Manetto az, akitől az utókor megtudhatta, milyen volt a Szent Ápiszbika. Tőle tudjuk, hogy mennyire veszélyes és félelmetes volt, és hogy az Istenek teremtménye. Felmerült át a kérdés, talán az Ápisz nem is volt egy természetes lény? Hogy az Istenek, vagy ha úgy tetszik, földön kívüliek kísérleteinek szüleménye? Talán azt akarták megtudni, hogy viselkedik egy ilyen monstrum az emberek között? Lehet, hogy azt mondták az embereknek, bármit tehettek, de erre az állatra nem vadászhattok, nem tarthatjátok a háznál, nem ölhetitek meg, és különösen nem ehetitek meg a húsát. Az emberek szót fogadtak és féltek a hatalmas lényektől, többek között az ápiszbikáktól. Egy napon azonban eltűntek a földről az úgynevezett istenek, de az óriási állatok még mindig közöttük éltek. Az emberek nem akartak ártani nekik, és megvárták, amíg természetes úton hullanak el. Azután feldarabolták a csontjaikat, és elhelyezték azokat egy föld alatti építményben, aminek járataiban jobbra és balra is fülkék nyíltak. 1000 kilométer távolságról, Asszuánból óriási gránit tömböket szállítottak ide, azokat méretre szabták, lecsiszolták, és beemelték a föld alatti üregekbe. Ezekbe helyezték el a feldarabolt csontokat. Ragacsos aszfaltot öntöttek rá, és végül felhelyezték a 40 tonna súlyú szarkofág fedelet is. Mindezt miért? Nem akarták ugyanis, hogy ez a monstrum valaha is újjá születhessen. Nem volt természetes eredetű lény. Amit most elmondtam önöknek, csupán spekuláció. Már korábban is feltettük a kérdést, megengedette az ilyen? Nem csupán megengedett, de szükséges is. Ellenkező esetben beszűkülne a látásmódunk. De furcsa, keverék lényeket szép számmal találunk más ábrázolásban is. A sumér pecséteken például olyan különös lények bukkannak fel, amilyenekre mindmáig semmiféle magyarázat nem született.
félig ember, félig állati külsejű figurák. Ezen például egy szárnyas alak látható, mintha egy élő fával foglalatoskodna. A modern felfogás szerint lehet ez az életfája, és talán egy genetikai kódon dolgoznak. A pap Manetho, ezt ugyancsak Eusebius közvetítésével tudjuk, egy egész oldalt szentelt könyvében a keveréklények felsorolásának, amelyek annak idején valóban létezhettek. Ilyen lehetett többek között az emberfejű bika, amiről rögtön eszünkbe juthat Minotaurus legendája az ókori Görögországból. Az ábrázolásokon többször megjelenik a szárnyas ember alak képe. De sok más különleges keveréklény képe is. A művészek feladata lehetett, hogy kőbevésve bemutassák az összes előforduló ilyen különleges lényt. És Manetho szerint ezek valóban léteztek is. Micsoda félelmetes gondolat. És van itt még valami. A British Múzeumban láthatók harmadik Salamazar obeliszkjei. Felismerhetők rajta a fiatal elefántok és a mögöttük haladó fiatal emberek. Ezek a férfiak, mintha őrök lennének, akik furcsa, keverék lényeket vezetnek pórázon. Méghozzá rövid, feszes pórázon. Ezen a képen bal oldalon látható egy emberfejű, állattestű alak, amint szopja a hüvelykujját. A mögötte lévő furcsa hajviseletű figura pedig olyan, mintha kigúnyolna valamennyiünket. Vajon tényleg voltak ilyen keverék lények? Az irodalomban igen, a szobrászatban is előfordulnak. És itt kanyarodjunk ismét vissza a szakkarai föld alatti létesítményhez, ahol nem volt ápiszbika tetem, csak összetört csontok. Manapság ezt a rejtélyt egyszerű lenne megoldani. Elég lenne egyetlen teszt. Egy génanalízis mindent tisztázhatna. Talán már végeztek is ilyen elemzést, de mi ostoba, képzetlen emberek nem tudhatunk meg semmit róla. Hiszen az esetleges konzekvenciák megrendítőek lehetnek. Ha bebizonyosodna, hogy éltek valaha ilyen keverék lények, akkor az is egyértelmű lenne, hogy ezek nem jöhettek természetes úton a világra, hiszen az evolúció nem teremt ilyen furcsa lényeket. Az lehetetlen. Az állatok génaparátusa ugyanis egészen más, másrészt a kromoszóma szám sem teszi ezt lehetővé. Ha mondjuk egy pervers férfi arra vetemedne, hogy egy nőstény majommal lépjen szexuális kapcsolatba, ebből soha nem születhetne gyermek vagy valamilyen keverék élőlény, mert a kromoszómák nem illenek egymáshoz. Ha tehát mégis voltak valaha a Földön ilyen lények, azok csak is genetikai kísérletek következményei lehettek. Az ókori egyiptomiak azonban nem lettek volna erre képesek. De hát akkor ki jöhet szóba? Helyben is vagyunk. Az úgynevezett istenek a mitológiából. Osiris, Ízisz és a többiek, azok a tanítómesterek, akik úgymond a felhők közül érkeztek a Földre, akik akár végezhettek itt kísérleteket, még ha ez a halandó ember számára érthetetlennek is tűnik. Véleményem szerint érdemes lenne erről komolyan elgondolkodni. Ez a piramis úgy néz ki, mintha valaki a ködben fényképezte volna, pedig erről szó sincs. Ez a piramis valóban így néz ki. Ez a Dashuri piramis. Dashur 300 kilométerre délre fekszik a nagy piramisoktól. A képen láthatót vörös piramisnak is nevezik. 109 méter magas. Építtetője Snofru volt. Snofruról valószínűleg már hallottak. Ő volt a későbbi nagy piramis építő uralkodónak tartott Cheops fáraónak az apja. Ha közelebb megyünk az építményhez, megértjük, miből adódik az a tompa szín vagy fény, ami az egész piramist körbelengi. A felülete úgy néz ki, mintha évszázadokon át víz alatt lett volna. Mintha az egész évszázadok vagy akár évezredek alatt kimosott anyagtömbökből állna össze. De a belső része ennek a látszólag rossz állapotú építménynek ugyanolyan gigantikus és pompás, mint a későbbi Cheops piramisé. Mit jelenthet ez? Akár a Cheops piramisban, itt is van egy nagy belső galéria.
Szenzációs a belső kialakítás technikai megoldása. Annál is inkább, mivel ez korábban épült, hiszen Cheops apja építette. Érdemes időt szánni a részletek megfigyelésére, és megmérni a kereszt gerendák közötti távolságot. Körülbelül 15 cm a távolság két kereszt gerenda között. Nem messze innen áll egy másik piramis is, amit ugyancsak Cheops fáraó apja Snofru építetett. Ennek tört piramis a neve. Egyszerűen azért, mert letöredeztek a darabjai. Ha a piramis éleinek kialakítását építészetileg vizsgáljuk, szinte hihetetlen technikai megoldásokkal találkozunk. Az alsó kőtömbökre kőgerendák vannak ráhelyezve. Méghozzá pontosan méretre szabva és csiszolva. Figyeljék meg az oldalélek pontosságát. Mi lehet a magyarázat? Hogy tudtak ilyen pontosan dolgozni abban az időben, még jóval Cheops előtt, mondjuk Krisztus előtt 2500 környékén? Mindezek csodálatos építészeti teljesítmények, amiket az ókori egyiptomiak hagytak ránk. Ugyanakkor többet is jelentenek egyszerű építményeknél. A legtöbb turista ismeri a nagy piramisokat, de csak kevesen jutnak fel a piramis fennsíkra, és kevesen járhatják be azt. Mit láthatunk ezen a képen? Itt is egy nagy piramis épült, csak ez mélyebben helyezkedik el. A közismert elnevezése a negyedik piramis. Mindig is érdekelt ennek a kialakítása. Láthatják, hogy van egy alsó kőtömbökből álló része, azután jön egy természetes kőréteg, majd újra az építmény. Ebből megint arra következtethetünk, hogy a kor meghatározással, a piramis datálásával valami nem stimmel. Jól láthatók a kimosott rétegek. Miből adódhat ez? Víz, homok? A kőzetréteg természetes kopása? A képek önmagukért beszélnek. A közelmúltban kutatók kiszámították, hogy egyedül a negyedik dinasztia, vagyis Cheops dinasztiájának első 80 évében kereken 9 millió köbméter építő anyagot mozgattak meg. Ha ezt átültetjük a kőtömbök mennyiségére, több mint 12 millió darab kőtömbről van szó. És ne feledkezzünk el a tényleges építési munkát megelőző tevékenységekről, a kövek kitermelése, méretre vágása, csiszolása, szállítása az építkezés helyszínére, a talaj előkészítése, a föld kiemelése a föld alatti járatokhoz, csatorna kiépítése, rámpák kialakítása, szerszámok beszerzése, szállítása és a többi. És mindezt az ember feletti munkát a kőtömbök miatt. De amit most látunk a képen, azok nem ugyanazok a tömbök, pedig közel vagyunk a másik piramishoz. Ezeken jól láthatók az időjárás nyomai, újabb kérdőjelek, amelyekre még keressük a választ. Itt látható a rámpa, ez vezet fel a Cheops piramishoz, hatalmas tömbökből áll össze, fentről pedig így néz ki. A háttérben bizonyára felismerik a Heflen piramist, előtte pedig egy építmény, amelyet viszont senki nem ismer. Jelenleg is részben homok borítja, és mindez ugyanazon a fennsíkon, ahol a nagy piramisok is állnak. Végül nézzük a Heflen piramist, amire rózsaszín gránit borítás került. Ez az anyag ugyancsak 1000 kilométer távolságról származik, mégpedig a mai Aszuán közeléből. Figyeljék meg itt az építmény precízen kialakított éleit. Szabályos, tiszta, tökéletes munka. És nem csak kőtömböket, hanem hatalmas 2,5 méteres kőgerendákat is be kellett helyezni a legnagyobb pontossággal. Az egyes darabok súlya meghaladhatta a 70 tonnát is. Micsoda munka, micsoda tervezés, micsoda technikai bravúr volt ez. A Heflen piramis látogatói között volt 1818-ban egy büszke erőfitoktató férfi, egy cirkuszi erőművész, Belzoni, aki nem tudta megállni, hogy nevét itt meg ne örökítse. A Heflen piramisban is találtak egy szarkofágot, de amennyire én tudom, abban nem találtak semmit. Egyes vélemények szerint értékes iratok lehettek itt elrejtve, de erről inkább nem nyilatkoznék. Végül nézzük a legnagyobb titkot, a Cheops piramist.
A képen a Cheops piramis alatt állok. Ennek a pontnak itt külön nevet is adtak. Baldekren. A rámpa a Heflen piramishoz vezet fel. Figyeljék meg ezeket a hatalmas méreteket, az óriási kőtömböket. Én 1 méter 68 centiméter vagyok. Ha a karomat felemelem, talán 2 méterre érek fel. Láthatják, mekkora a felettem fekvő kőtömb, és ez csak a felhajtó egy része. És a Cheops piramis után következtek még továbbiak, ugyancsak szenzációs építmények. Ha a régészek munkáit olvassuk, úgy tűnhet, ma már nincs semmiféle rejtély, minden érthető, mindent tudunk. Ismerjük a királylistát, tudjuk, ki volt Cheops, és hogy Krisztus előtt 2500 körül élt. De az arab történészek egészen másról mesélnek. Például Al-Mamun arab történész a 8. századból, aki tudomásom szerint 8 kötetes történelem könyvet írt. Vagy Al-Makrizi, aki egy teljes kötetet szentelt a nagy piramis tanulmányozásának. Egyszerűen összeszedtek minden a korukban rendelkezésre álló anyagot. És érdekes módon az arab történet íróknál egészen más történetet olvashatunk az egyiptomi piramisokról, mint amit a hivatalos vagy klasszikus egyiptológiai munkákban találunk. Az arab leírások szerint mindez itt még a nagy özönvíz előtt keletkezett. Az őslakosok azokban az időkben még olyan primitív körülmények között éltek, hogy maguk is az állatok itatójából ittak. És aztán egyszerre megnyíltak a felhők. A felhők közül bárkákon, kis hajókon ereszkedtek le az istenek a földre az emberek közé. Elsőként érkezett bárkáján Osiris isten. Az istenek először iskolákat hoztak létre a Nílus mentén, majd királyzottak mindenfelé, és szigorúan nevelték az embereket. Az iskolákban olykor meg is verték őket. Talán érdemes lenne újra bevezetni ezt. A legintelligensebb az emberek között egy 12 éves fiú volt. Az arabok Zauritnak nevezték. Egy arab történész egy leírásban, egy mellékmondatban megjegyezte, hogy Zaurit ugyanaz, akit a héberek Hénoknak hívtak. Valószínűleg ez a név így nem mond önöknek semmit. Tehát az arab források szerint mindez még a nagy özönvíz előtt zajlott le. A legokosabb fiú Zaurit volt, de Zaurit ugyanaz, mint Hénok. De hát ki is az a Hénok? Nos, nézzük meg a Bibliát, illetve a Tórát. Az özönvíz előtt 10 pátriárka uralkodott. Egyiküket Hénoknak hívták. Zsidó források szerint Hénok volt az első proféta, aki tüzes szekéren hagyta el az égi testünket. A többit már gondoljuk hozzá. De térjünk vissza az arab Zaurit szóra. Ne felejtsük el, hogy zsidó források szerint Zaurit ugyanaz, mint Hénok. Zaurit, a 12 éves kisfiú az írások szerint egy gyors író készüléket kapott az idegenektől. De itt még közbeszúrnék egy megjegyzést. Létezik egy Hénok könyv is, amit azonban nem találnak a Bibliában. Az apokrifek közé tartozik. Ebben Hénok is említést tesz fentről leszálló égi lényekről, akiket ő az egek őrzőinek nevez. És ők adtak a fiatal Hénoknak egy gyorsíró készüléket, vagy ki tudja, hogy mit. Tehát adtak neki egy ilyen készüléket, megtanították az írás tudományára, és még könyveket is diktáltak neki. Ugyanebben az időben, amikor az emberek még csak ismerkedtek az új helyzettel, szörnyű özönvíz csapott le rájuk, ami mindent elpusztított. A fiatal Zaurit hallott az özönvízről, ismerte az idegenek nyelvét. Ő összeszedte minden bátorságát, előjük állt, és szemrehányást tett nekik. Miért tanították meg írni? Miért diktáltak neki könyveket, amikor most itt a pusztító özönvíz, és az emberek tömegei veszítik el az életüket? Azonban, ha egy ember is életben marad, annak mindent előről kell kezdenie. Ezért végül irgalmat kért az istenektől, és engedélyt arra, hogy egy monumentális építményt emeljen a történtek emlékére. Egy olyan emlékművet, ami ellenáll az özönvíznek is. De az idő sürgette, az özönvíz egyre közeledett. Ezért az istenek segítettek Zauritnak az emlékmű tervezésében. És minden forrás szerint csak a tervezésben nyújtottak segítséget. Egyetlen
Isten egyetlen földön kívül isen vett részt a piramis építésében. Azaz emberek teljesítménye volt, de a tervezésben az időszorítása miatt segítettek. Nos, az emberek hozzáfogtak a nagy építkezéshez. Amikor elkészült, az egészet víz ellen is szigetelték. Fentről egészen az aljáig lapokkal fették be az építmény falait. Ez bizonyítható is. Minden piramison meleg burkoló lapokat helyeztek el. Ezen a képen a bal alsó részen még látható néhány az eredeti burkolatból. De hová lett a többi? Minden lap szép, egyforma méretű volt. Az arabok vitték el az idők során, és ebből építették fel Kairó városfalát, vagy a kormányzati épületeket, vagy a mecseteket. Ezért néznek most ki így a piramisok. Zaurit tehát felépítette a piramist, belsejébe pedig helyiségeket alakított ki. Ezekben a helyiségekben helyezte el a könyveit, hogy azok megmeneküljenek az emberek számára az özönvíz utáni időkre. Mindezt arab forrásokból tudjuk. Ugyanakkor korunk híres egyiptológusai erről hallani sem akarnak. Ha önök manapság turistaként felkeresik a nagy piramist, először ide érkeznek. Ezt hívják felfelé menő járatnak. Ez a szakasz kereken 26 méter hosszú, de a járat mindössze 1 méter magas. Tehát gyakorlatilag csak mászni lehet benne. Mindenki kénytelen térdre ereszkedni, és így megtenni a 26 métert. Sokszor megtettem jó magam is ezt a szakaszt, és a turisták, mire a végére érnek, erősen izzadnak. Csapzott a hajuk, fáradtak, kimerültek, de megéri a fáradtság, mert a járat végén már fel lehet emelkedni, és akkor ebbe a terembe érkezünk. Ezt hívják a nagy galériának. Újabb szakasz következik, pontosan 47 méter meredeken felfelé. A terem maga 8,5 méter magas. Akár 70 tonnás kőtömböket is találhatunk a falába építve. Egyik hatalmas blokk követi a másikat, pontosan 8 cm-es eltolásokkal. Emberfeletti teljesítmény volt ennek a megalkotása, tisztelt nézőim. Ha valaha módjukban áll eljutni ide, álljanak meg egy időre, és ne hagyják, hogy bárki is siettesse magukat. Maradjanak állva egy rövid időre, és keressenek meg egy olyan pontot, ahol a hatalmas kőtömbök egymáshoz illeszkednek. Meglátják, nem is olyan egyszerű megtalálni ezeket a helyeket. Ha sikerült, érintsék meg az ujjuk hegyével. Megérezhetik, milyen fantasztikus ezeknek az illeszkedési helyeknek a kidolgozása. Ezután juthatunk fel az úgynevezett királyi kamrába. Hogy sikerült ezt a csodát véghez vinni? Természetesen rengeteg elmélet született magyarázatul. Mi magunk is összeállítottunk néhány lehetséges elméletet. A legelterjedtebb változat a rámpával ad magyarázatot. A rámpa a Nílus felől emelkedve visz fel a piramishoz. De egyetlen okos leírás sem tér ki arra, hogy a rámpát folyamatosan az év 365 napján keresztül a mindenkor esedékes új magassághoz kellett volna igazítani. Gondoljanak csak bele! Végső formájában a piramis kereken 150 méter magas. Ennek eléréséhez mintegy 4 kilométer hosszú felhajtóra lett volna szükség. Egy ilyen rámpa maga több anyagot igényelt volna, mint a piramis. Ha pedig spirálfelhajtót építettek volna a piramishoz, az sem változtatott volna a helyzeten. A spirált minden nap tovább kellett volna építeni. Ha már ilyen elméleteket gyártunk a számítógép mellett, természetesen a logisztika kérdése is felmerült. És logisztikára nem csupán az építkezés helyszínén kell gondolni. Komoly logisztikai tervezésre és munkára van szükség az építőanyag kitermelésének helyszínén is. 2,5 millió darab kőtömb. Kivágni, méretre szabni, szállítani. A kőanyag nagy része a 12-18 kilométer távolságra található kőfejtőből érkezett. De számos helyen, például a királyi kamrában beépítettek másonnan származó márványtömböket is. És ezek is hatalmas, nagyméretű tömbök. Az építésznek mindent előre meg kellett terveznie. Mennyi ideig tart, amíg a kő ide kerül Asszuánból, míg mindegyik a helyére kerül? Mert később már nem lehetett az adott helyhez hozzáférni. Amit a filmen látnak, az mind csak elképzelt megoldás, nem lehetett volna így megvalósítani. Nem olyan egyszerű egy kötélvontató szerkezetet kialakítani. Keopsznak és az embereinek rendkívüli tervezői munkát kellett végrehajtani. Napjaink egyiptológus kutatói megvan
vannak győződve arról, hogy a piramisok fennsíkján található három építményt Keopsz és fiai, Kefrén és Mükerinosz építették. Ezzel ellentétben egyiptomi történetírók, mint amilyen Al-Mamun és a többiek egészen mást írnak le. Valamennyien azt vallják, hogy mindhárom piramist az özönvíz előtt építették. Mégpedig az istenek útmutatásai szerint. Nem véletlenszerűen. A három nagy piramisban járatokat is kiépítettek. Láthattuk ezt a Keopsz piramisban. A járatok vonalait bizonyos szögben meghosszabbítva az égbolton az Orion és a Sirius csillagképre mutatnak rá. Ez vajon véletlen? Nem az. A legidősebb isten neve Osiris. Osiris ugyanaz, mint Orion. Osiris felesége Isis, ami Siriusnak felel meg. Így már sok minden értelmet nyer. A három nagy piramis elhelyezkedése ugyancsak nem lehet véletlenszerű, ahogy ez az arab forrásokban olvasható is. Valójában az Orion csillagképben a csillagok elhelyezkedésének felel meg. És most nézzük meg a naprendszerrel való összefüggést. Ennek középpontjában van a nap, ami körül keringenek az égitestek. A Föld a harmadik égitest a naptól. Figyeljék meg a belső kettőnek a távolságát, ugyanis a piramis belső termének egymáshoz való távolsága megfelel a belső égitestek egymástól való távolságának, vagyis a sorrend a naptól távolodva Merkur, Vénusz, Föld. Lehet ez véletlen? Hiszen az ókori egyiptomiak a Merkurt nem is láthatták. De az egész építmény arányai számos ponton megegyeznek a Föld középpontja és más pontok távolságával. A távolság a Föld középpontjáig ugyanannyi, mint a távolság az északi sarkig. Persze mondhatjuk, hogy mindez véletlen. Az irodalom 40 ilyen különös véletlent említ. Ennek mondjuk a felét nem kell komolyan venni. Szinte minden hónapban előfordul, hogy egy kutató vagy mérnök felkeres, és a segítségemet kéri, mert szeretné valamelyik véletlen jelenséget ellenőrizni. És miután ellenőrzi az adott esetet, megállapítja, hogy igaz az állítás. A nagy piramis valóban a Föld tömeg középpontjában áll. Honnan tudhatták ezt az ókoriak? Ezt nem tudjuk. Talán mégis voltak fentről érkezett informátoraik, amint ez az ókori egyiptomiak leírásában szerepel is. Itt az úgynevezett égkamrában, a királynő kamrájában vagyok, és egy fali nyílásra mutatok. Amint látják, ez a nyílás nem túl nagy, alig 15 cm egy-egy oldala. Amit azonban fontos tudni róla, hogy ez a lyuk csak mintegy 110 éve van itt. Korábban a fal teljesen zárt volt. Egyszer jött egy angol kutató, a ravasz és eszes Mr. Dixon, és néhány centiméterenként megkopogtatta a falat egy kalapáccsa. Két olyan helyet talált, ahol üregesen kongott a fal. Itt a déli oldalon, és éppen szemben az északi oldalon, ugyanabban a magasságban. Utána fogott egy nagyobb kalapácsot, és megnyitotta a járatokat. Ha zseblámpával bevilágítunk, látható, hogy a járat 2 méter hosszan vízszintesen, aztán meredeken felfele folytatódik. A teljes szakmai világ azt vallotta, mindkét esetben szimbolikus járatokról lehet szó, úgynevezett lélekjárókról, amelyek nem vezetnek ki a szabadba, és 8 vagy legfeljebb 10 méter hosszúságúak. Ez a nézet mindaddig tartotta magát, míg 12 évvel ezelőtt egy fiatal német mérnök, Rudolf Gantenbrink ideérkezett. Azt a megbízást kapta, hogy ventilátorok beiktatásával juttasson levegőt a piramis belsejébe. Eközben arra gondolt, vajon miért nem ellenőrizte eddig senki ezeket a járatokat. Ennek eredményeként alakult ki egy új projekt. Rudolf Gantenbrink összeállított egy robotot. Alsó része egy tartószerkezet volt. Erre rögzítettek egy speciális videókamerát, két halogén fényszórót, a hátsó részét pedig egy hidraulika segítségével könnyedén felfelé lehetett nyomni, hogy a jármű megfelelő erővel rendelkezzen. Majd kapott 4 kereket, erre jött a gumiszalag és a burkolat. Olyan volt, mint egy kis páncélos jármű. Ezzel pedig kezdetét vett egy merőben új kaland a nagy piramis megismerésében. Lehetett volna rádióhullámokkal vezérelni, de az nem sikerült. Képzeljék csak el, bevezetik ezt a robotot egy 40 méter hosszú járatba. Rádióvezérléssel tudjuk utasítani. Előre, hátra, állj.
De egyszer csak a rádió hullámok már nem érnek el a robothoz. Az a kis vacak pedig ott marad az egyik járatban. És akkor sok év múlva utánunk jövő kutatók majd találnak egy furcsa szerkentyűt valamelyik folyosóban. Képzelhetik, mennyit törik majd a fejüket a megfejtésen. Tehát itt ment be Rudolf Gantenbrink robotjárműve a járatba. A királynő kamrája alatt, miközben a szakemberek a monitor előtt ültek és lelkesen figyeltek. Kábelen keresztül érkezett a kép a monitorra. Félelmetes volt. Azt gondolták, a járat legfeljebb 10 méter hosszú lehet. De a robot nem állt meg 10 méter után. Döcögött szépen tovább, meredeken felfelé. Újra és újra kapuszerű nyillások bukkantak fel, legtöbbször gránitból valók. És a falak is különböző anyagúak voltak. Egyszer mészkő, majd tovább homokkő, de volt diorit és gránit is. A gránit mélységi kőzet, a diorit pedig keményebb, mint a gránit. Furcsa módon a falon láthatók surlódás, kaparás nyomai, függőlegesen és vízszintesen is, mintha itt valamit betoltak, vagy fentről valamit leengedtek volna, és egyszer csak véget értek a falak. A szakasz végén pedig alabástromot találtak. Az alabástrom úgy néz ki, mint a fehér márvány. De ezzel még később találkozunk. A robot már 32 métert tett meg meredeken felfelé. És ekkor hirtelen egy akadály került az útjába. Egy kőgerenda feküdt keresztben a járatban. Mit lehetett ilyen helyzetben tenni? Először a robot nem tudta leküzdeni ezt az akadályt, túl nagy volt a szintkülönbség. Ötször is megpróbálták neki vezérelni a járművet, hogy feljusson a magasabb szintre. Ezután egy új szerkezetet alakítottak ki, megváltozott feladattal. Végül csupán 2,5 centiméter hiányzott a feladat megoldásához, és végül sikerült. A módosított szerkezet tovább tudott haladni. Ekkor már 35 méternél tartott, meredeken felfelé, majd elérte a 40 méter távolságot, 45 métert, majd hamarosan az 50 métert, 55 métert, 60 métert. Pontosan 63 méter megtett út után a monitort figyelő szakembereknek elállt a lélegzete, mert ott volt előttük egy ajtó. Az ajtón 2 fém vasalat volt látható. A baloldalinak hiányzott egy darabja, láthatólag letört. De megtalálták a letört darabot jobbra lent. Azt valószínűsítették, hogy ez csak is egy részdarabka lehet. A falak itt alabástromból készültek. Olyan, mint a fehér márvány. 2,5 évvel ezelőtt sikerült ezt a kisméretű réznek vélt darabkát kihozni a járatból. És akkor valami hihetetlen dolog történt. A fém darabka eltűnt. Sehol nem találják. Magyarázat nincs. Mindenki gondolhat, amit akar. A 2 részdarab nem azonos hosszúságú, a baloldali valamivel rövidebb. A roboton lézert is elhelyeztek, és a lézer képes volt áthatolni az ajtó alatt. Valaminek lennie kellett az ajtó mögött. Később aztán megfúrták az ajtót, és az első ajtó mögött volt egy második ajtó is. 6 hónap telt el, mire sikerült a második ajtót is megfúrni. Akkor derült ki, hogy van még egy harmadik ajtó is. Néhány évvel ezelőtt egy késői tévéműsorban újabb csalást tártak a világ közvéleménye elé. Nem tudom másképp jellemezni. Az amerikai National Geographic Society társaság egy új robotot szerkesztett. Ezen az új szerkezeten elől egy erősebb fúrót helyeztek el, amivel nagyobb lyukat fúrhatott az ajtón. A műveletet élő adásban közvetítette a televízió, és a riporternő ott a nyilvánosság előtt kérdezte meg a jelenlévő dr. Zaharovsky professzort. Amit most látunk, valóban az első alkalom, amikor egy kamerát juttatnak az ajtó mögé? Igen, válaszolta a professzor. Természetesen mindenki izgatottan várta, hogy mit fognak látni. Ez persze nem volt igaz.
Önök is láthatják, a két részdarabka nem volt azonos méretű. Aztán jött a második ajtó, majd a harmadik. Végre megláthatta mindenki, hogy a harmadik ajtó mögött egy kis helyiség húzódott meg. Hogy itt valóban könyveket rejtegettek volna, amint az az ókori arabok leírásával szerepelt, nem tudom. A jövő majd megadja a választ. Egészen mostanáig csak a déli lejtőről beszéltünk, ami meredeken vezet felfelé. De mi van a másik járattal? Hiszen két nyílást találtak a falakon a királynő kamrájában. Hosszú időn keresztül nem sikerült bejutni az északi járatba, mert a nyíláshoz egy vasrudat szorítottak be. 110 évvel ezelőtt, amikor az angol tudós kopogtatással rábukkant a nyílásokra, a britek azt hitték, ha kibontják a falakat, kincseket találnak majd a nyílásban. Ezért befeszítették a vasrudat, azzal próbálták megnagyobbítani a nyílást. Csak hogy nem tudták megbontani a falat, viszont a vasrúd eltörött és ott maradt. Ott volt több mint 110 évig. Most végre sikerült egy modern hidraulika segítségével kiszedni. A robot tehát be tudott jutni az északi járatba is, míg a déli járat meredeken tart felfelé, az északi járatban két kanyart alakítottak ki. Két kanyart tesz meg a nagy galéria körül, ugyanabban a magasságban. 23 méter a királynő kamrájától felfelé, és ugyanúgy ott voltak az ajtó. Ezeket is megfúrták, és lejátszódott ugyanaz, mint a másik oldalon, vagyis a déli járatban. Megfúrták az ajtókat egymás után, és az utolsó mögött egy ugyanolyan helyiséget találtak. Vajon mi volt ott? Nem tudjuk. Azt hiszem, a régi forrásoknak mégis igazuk lehetett. És a piramis valóban sokkal régebbi időkből való, mint azt gondoljuk. Cheops, a későbbi fáraó, ezt az egészet egyszerűen eltulajdonította. A rejtett helyiségben pedig könyvek voltak. Persze nem a mai értelemben vett könyvekre gondolok, hanem papírus tekercsekre. Izgalmas lenne megtudni, hogy mi történt valójában, mi történt annak idején. És még egy megjegyzést. Egyetlen piramis építő uralkodó, egyetlen építész, egyetlen fáraó sem tesz említést magáról az építkezésekről. Éppen az akkori idők szemtanúitól nem tudunk meg semmiféle információt, ami a piramis építkezések kérdéseit megmagyarázná. Érthetetlen és furcsa ez az anonimitás. Vagy azért van ez, mert a piramis építés annak idején a legtermészetesebb dolog volt, vagy azért, mert a piramisok már régen itt voltak, amikor Cheops a világszínpadára lépett. Gyakran hallhattunk olyan híreket, hogy a piramis alatt járatok vannak. Mi lehet az igazság? Általában a látogatók soha nem kerülnek le a piramis alá. Napjainkban a turisták először ebbe a folyosóba lépnek be. Vízszintesen fut, és szó szerint a sziklából vágták ki. Keletkezése körülbelül Krisztus után 832-re tehető Al-Mamun kalifa idejére. Az egyik járat felfelé vezet a nagy galériához, és ahogy látják, a másik járat lefelé visz. Ez a szakasz 118 méter hosszú. Meredeken vezet lefelé a piramis alá. Végül megérkezünk egy helyiségbe, amelyik függőlegesen nézve 35 méterre van a piramis csúcsa alatt. És mit lehet itt látni? Semmit. Ezt a részt nevezik befejezetlen sírkamrának. Én már sokszor jártam itt. Kalapáccsal végig kopogtattam a falakat. Vannak helyek, ahol üregesen kongott, de nem tudtam tovább jutni. Mindig felteszem magamnak a kérdést, miért épített valaki egy 118 méter hosszú járatot, kiválja a falakat, és egy helyiséget alakít ki, majd úgy hagy mindent. Talán mégis van itt még valami, amit nem láthattunk, ami titokban maradt, még egy másik járat. Ebből a helyiségből valóban nyílik még egy járat, ami a mélybe vezet. És ennek a végén egy másik keresztfolyosó vezet egy újabb járatba. A piramis alatt tehát mégis van valami, amiről nem tudunk. Mégpedig nem csak itt, hanem mindenhol.
Vagyis a három piramis alatt egy egész folyosórendszer található, aminek járatai kivezetnek egészen a Szfinxig. Meg is tudom mutatni. Hallottam hírét, hogy a Kefrén piramisra felvezető rámpa mellett ugyancsak van egy járat. Azt mondják, olyan mély, hogy eléri a talajvizet. Nem akartam elhinni. Oda mentem, lefizettem az illetékes személyeket, hogy bejussak. A legfelső pontjáról mintegy 2 métert kell lefelé mászni. Amit láthatják, a vaslétra már napjainkból való. Egy kis előtérbe érkezünk, és itt érjük el a második függőleges szakaszt. Itt már 2 vaslétrát helyeztek el egymás mellett. Most már egy nagyobb helyiségbe jutottam le, ahol néhány szarkofág található. Az egyiknek a kialakítása ugyanolyan precíz, mint amilyent a Serapeumban láthattunk Szakkara alatt. De van még egy másik is, egy kevésbé kidolgozott, sokkal durvább külsejű is. Ebben a helyiségben összesen 6 szarkofágot találunk, különböző méretben és különböző külsővel. De menjünk még tovább, ereszkedjünk még mélyebbre. Előzőleg 2 vaslétránk volt, most csak 1-et találunk. A kürtő olyan szűk, hogy csak 1 ember fér el benne. Így érkezünk meg a legalsó helyiségbe, ahol valóban ott fekszik egy szarkofág a talajvízben. Tilos volt fényképezni, ezért nem is sikerült jó képet készíteni. Talán felismerhetők a szarkofág kontúrjai a kép közepén. Jobbra tőle fagerendák láthatók. Komputer segítségével próbáltam érzékelhetővé tenni, amit láttam. És ez nem csak egyszerűen egy szarkofág a víz alatt. Ez a szarkofág nagyobb, mint az egész kürtő, amelyikben egy létrán mentünk le. Nem lehetett azon keresztül lejuttatni, tehát kell, hogy legyen egy oldalsó bejárat. De gondoljuk meg, a talajvíz szintje alatt. Hogy lehetséges ez? Korábban már beszéltünk erről. A piramisok fensíkja alatt valóban egy egész labirintust alakítottak ki egymásba kapcsolódó járatokkal. De a nyilvánosság ezt nem ismerheti meg, amit a magam részéről szomorúnak tartok. Előzőleg látogatást tettünk a nagy galériában, a nagy piramisban. Azon az úton, ahol a piros pont látható. Feltűnhet, hogy ez a galéria névtelen maradt. Azt tartják, Keopsz fáraó építette ezt a piramist, de Keopsz egy zsarnok uralkodó volt. Ha ő lett volna az építtető, csak úgy hemzsegett volna a számtalan őt éltető fal felirattól a piramis belső része. Vagy értelemszerűen az isteneket, Oziriszt, Íziszt és a többieket ábrázoló képeket találnák a piramisban. De itt nincs semmi. Ez ismereteink szerint nem illik bele a Keopszról kialakított képbe. Ez a szakasz 47 méter hosszú és 8,5 méter magas. Éppen elég hely lett volna bármennyi felirat elhelyezéséhez, de ennek nyoma sincs. Ha pontosabban megnézik, több helyen is láthatunk éles vaskapcsokat elhelyezve a falakon. Vajon miért kerültek ide ezek a vaskapcsok? Már az építésnél helyezték el ide ezeket? Abban a korban csak a vasat és a rezet ismerték. Túl puha fémek ahhoz, hogy megtámasszák a hatalmas kőtömböket. Talán záróköveket tartottak, vagy felfüggesztettek rájuk valamit? A komputeres animáció segítségével megjelenítettünk egy lehetséges változatot. Tegyük fel, hogy ezek a vasak valójában tartó elemek voltak. Mondjuk aranyburkolólapokat tartottak, amilyeneket Denderában láthattunk a mennyezeten. És tegyük fel, hogy ez a nagy galéria eredetileg nem volt anonim. Sok információt közvetített volna az utókornak. Talán sírrablók vitték magukkal ezeket az aranytáblákat, majd később beolvasztották. Nem tudjuk. Lehet, hogy ez a belső terem az istenek idejében eredetileg így nézett ki. Ez lehetett talán a feljárat, a kivezető út volt a galaxis felé. Ha az ókori egyiptomiakat valóban meglátogatták a földön kívüliek, ha ezek a látogatók bármilyen minőségben is jelen voltak a piramisok építésénél,
Van ennek bármiféle jelentősége számunkra? Mennyiben érint ez minket? Miért fontos ez ma? Nagyon is fontos lehet ez számunkra. Hiszen valamennyi ősi vallás ismeri és vallja a visszatérés gondolatát. Egyiptomban az istenek visszatérésére várnak. De ez egy világszerte elterjedt gondolkodásmód. Közép-Amerikában a majáknál és az aztékoknál már jelen volt az újbóli eljövetelre való várakozás, amikor a kereszténység odaért. Hernando Cortés személyét egy istenség újbóli eljövetelének tekintették. Vagy Dél-Amerikában az inkáknál a spanyol hódító, Francisco Pizarro néhány méterre a tengerparttól a mai Peru területén akart megmutatkozni a benszülöttek előtt, ezért hajóján kiállt eléjük középkori páncélingben. A rásütő nap sugarai csak úgy csillogtak a testén, az indiánok pedig karjukat az égre emelve borultak le előtte a homokba. Azt gondolták, főistenük tért vissza a földre. Az újbóli visszatérés gondolata nem keresztény eredetű. Az Isten eljövetelének várása ősrégi gondolat. Nem lehetséges vajon, hogy évezredekkel ezelőtt az idegenek, az úgynevezett istenek megígérték az embereknek, hogy most ugyan eltűnnek egy időre, de majd visszatérnek? És az intelligensebbek esetleg megkérdezték, hová mentek? És az idegenek felmutattak a csillagos égre, és azt mondták, oda megyünk. Az emberek pedig értetlenül álltak előttük. Odafent béke van, csodálatosan ragyognak a csillagok. Bizonyára ott a mennyország. És valaki még azt is megmerte kérdezni, visszatértek? Azok meg azt mondták erre, ó, igen, visszatérünk, el ne felejtsétek. És talán még azt is megkérdezték, mikor? De erre még maguk az idegenek sem tudták a választ. A lényeg az, hogy megígérték, visszatérnek. És a visszatérés gondolata fontos része minden akkori vallás tematikájának. És ez mind a mai napig így van. Mi keresztények várjuk Jézus újbóli eljövetelét. Márk evangélistánál olvashatunk arról, hogy Jézus visszatér a földre nagy hatalommal, nagy fényességgel, mennyei seregek kíséretében. A muzulmánok nagy része ugyancsak vár a visszatérésre. Ők nem Mohamed, hanem Mahdi eljövetelében bíznak, aki a rendet és a békét hozza el a földre. Mindannyian tudjuk, hogy a zsidó vallás sokkal régebbi időkre nyúlik vissza, mint a többi. Ők már évezredek óta várják a messiás eljövetelét. A zsidók soha nem ismerték el Jézust messiásuknak. A földre való visszatérés ígérete tehát ősi gondolat, és ez már minket is érdekelhet. Vajon melyik vallásnak van igaza? Mi van akkor, ha mindannyian tévednek, és az újbóli eljövetel gondolata ezeknek az idegeneknek a visszatérésére utal? Hogyan viselkedünk majd akkor, ha egyszer felcsillan a fény, a hipertérből, vagy ki tudja honnan, űrhajók érkeznek a Földre. Akkor mi itt a Földön biztosan megrémülünk. Ennek akár sokkoló hatása is lehet ránk. Katasztrofális következményei is lehetnek. Ezért tartom észszerűnek, és ha úgy tetszik, becsületesnek, hogy ezeket a gondolatokat, akár csak mint spekulatív elméleteket mindannyiukkal megismertessem. Vitatkozni mindig sokkal jobb, mint a fejünket a homokba dugni, és azt mondani, hogy tudni sem akarunk róla. Az Istenek visszatérése mindannyiunkat érinthet, és ők megígérték, hogy visszatérnek. Közép-Amerikában a maják nagyon precíz naptárt tudtak készíteni. Ezt a maja naptárt át lehet számolni a mai naptárunkra. Az ősi maja források szerint a maja naptár lejártával visszatérnek az Istenek a Földre. A mi naptárunkra átszámítva ez 2012. december 23-án lesz. A maják időpontja pontos, csak hogy én nem bízom a mi naptárunkban. Nem tudjuk pontosan, hogy az időszámítás valóban Krisztus születésével kezdődött, vagy 30-40 évvel később. Az ígéret azonban elhangzott, a maják is arra várnak. Ők már a pontos dátumot is tudják. Ezután a rövid Nílus menti kirándulás után engedjenek meg néhány megállapítást. A dátumok meghatározásával a Cheops előtti időkben valami nincs rendben. Több száz olyan királyról tudunk név szerint is, akik nem jelennek meg a hivatalos egyiptológiában.
Másrészt pedig vannak olyan tárgyak, mint amilyen például a dzsedoszlop, aminek létezésére nem találunk semmiféle ésszerű magyarázatot. Nem kell a javaslatomat komolyan venni, de érdemes elgondolkodni az elhangzottakon. Hiszen az érvek, a kalgókultusz, a félreértett technológia gondolata ésszerű magyarázattal szolgálhatnak. Harmadszor pedig az Ozirium, az abüdoszi szentély alatt, ahol a legenda szerint Ozirisz király vagy Ozirisz isten fejét temették el, sokkal öregebb, mint a későbbi templom, mert olyan technológia érvényesült az építésénél, ami nem illeszkedett a korba. Ebből levezethető, hogy a régebbi technológia volt a jobb, a tökéletesebb, ez igazolható is, hiszen a későbbi szentélyt ráépítették a régi hatalmas alapépítményre. Negyedszer pedig valóban vannak leírások keveréklények létezéséről Manetonnál, akitől Eusébius, az egyház fejedelem vette át. Ábrázolások a szobrokon, a domborműveken. És vannak rejtélyes dolgok is, mint amilyen a Serafeum, ahol az ápis tetemek helyett összetört csontmaradványokat találtak, és mindezt aszfaltréteggel és nehéz koporsó fedéllel zárták le, hogy megakadályozzák ezeknek a lényeknek az újjászületését. És gondoljunk a piramisok alatti járatokra. Ott valóban egy egész föld alatti labirintust építettek ki, ami kivezet a Szfinxhez. Miért nem tudhat erről a nagy nyilvánosság? Nem mi vagyunk azok, akik létrehozzuk a titkokat. A másik oldal, a klasszikus régészet teremti meg a titkokat. Hiszen sok olyan dologról, amelyre fény derül, miért nem lehet a nagy közönséget tájékoztatni? A tudomány a tudás létrehozásából ered. Ehelyett a tudományos oldalon tapasztaljuk az eltussolást, a titkolózást, nem pedig a mi köreinkben. Új példákkal is tudom igazolni, hogy a kérdésfelvetéseimmel jó úton járok. Kedves nézőim, könyveimből vagy előadásaimból már ismerhetik a perui Nazca sivatag nevét. Ez egy titokzatos hely, Limától 500 kilométerre délre. A talajba karcolva keskeny vonalakat láthatunk. Ezek a vonalak különböző alakzatok részét képezik. Ezek emberi alakok, halak, madarak, majmok, de méretezésüknek köszönhetően az egyes alakok csak a levegőből nézve ismerhetők fel. Ezt akár labirintusnak is nevezhetjük. Az alakok mellett azonban további különös vonalak is megjelennek, amelyekre mind a mai napig nem találtunk magyarázatot. Persze számtalan elmélet, gondolat látott napvilágot. A legrégebbi elmélet Mária Reichertől származik. Ez a hölgy szinte az egész életét arra áldozta, hogy megtalálja a rejtély megoldását. Azt gondolta, az egész alakzat egy csillagászati térkép. Rengeteget foglalkozott ezzel a területtel, és meggyőződése szerint, immár élete vége felé, szellemek vagy sámánok tevékenységével kapcsolatos ez a terület. Felbukkannak emellett más elméletek, az irodalom tele van újabb és újabb gondolatokkal. Kultikus helynek vélték, istenek kultikus helyének. De miféle istenekről lehetett szó? Hegyi istenek talán, mert erre utaltak a csak magasból látható alakok. Van azonban egy különleges centrális hely, ahová a vonalak minden irányból meredeken felvezetnek. Ma sem ismerjük, hogy mi ennek a magyarázata. És bár ott van a szemünk előtt minden, sokan vannak, akik nem akarják meglátni ennek a helynek a különlegességét. Elutasítanak minden elméletet és gondolatot. Hát nem úgy néz ki, mint egy ősi fenség, egy úgynevezett piszte. Véleményem szerint az őslakosok egy kultikus helyével van dolgunk, aminek igenis fontos funkciója volt. Ez lehetett az isteneik kultikus helye, hiszen az istenek mindig magaslatokon helyezkedtek el, és onnan néztek le az emberekre. Erre utalnak a vonalak is. Deshalb die Figuren, deshalb die Linien.
A perui Nazca sivatagban természetesen sok régész is járt. Ásatásokat végeztek, találtak sok régi tárgyat, kerámiát, textíliát, csontokat, és ennek alapján megfogalmazták elképzeléseiket, és ez rendben is van így. Én azonban egészen más kérdéseket teszek fel. Elővettem néhány régi felvételt a területről, elhelyeztem ezeket a térkép bizonyos pontjain. Meghívtam néhány szakembert, hölgyeket és urakat a Prestoni Műszaki Egyetemről. Azt kérdeztem tőlük, van-e valami az általam megjelölt pontokon, ami nem stimmel? Például, hogy felfedezhető-e a mágneses mező megváltozása, vagy van-e valami különlegesség a talaj elektromosságában? Van-e itt valami, bármi, aminek nem kellene itt lennie? Valami, ami nem tartozik ide. A hivatalos régészet soha nem tesz fel ilyen kérdéseket. Egészen más az ő tevékenységi körük. És mi lett az eredmény? A professzorok és a hallgatók kivitték mérőeszközeiket a sivatagba. A képen jobbra láthatnak egy skálát. A zöld a normál értékeket jelzi, a piros az abnormális mező. És most nézzük meg a fenti képen, a piros mező pontosan az úgynevezett pisztét jelzi. A mérőműszerek kimutatták, hogy ezen a pisztén vagy fensíkon a talaj elektromossága 8000-szer nagyobb, mint a közeli homokos területen. Itt valami nem stimmel. A talaj elektromosságát úgy mérik, hogy váltakozó áramot vezetnek a talajba, és figyelik a különböző talajokban az eltérést. A homokban gyakorlatilag nulla, itt pedig 8000-szer magasabb. Itt valami olyasmit látunk, mintha egy levágott hegy lenne. Ez egészen úgy néz ki, mint egy leszálló pálya repülőszerkezetek számára. Mellette, illetve alatta pedig egy cikk-cakk vonal látható. A Műszaki Egyetem kutatói azt figyelték meg, hogy a cikk-cakk vonal alatt a mágneses tér változása tapasztalható. És valóban, a mágneses tér változását itt mindenhol ki lehetett mutatni. Hogyan lehetséges ez? Az egész területen egy furcsa, fehér színű vonal húzódik végig. Talajmintákat vittünk magunkkal, és az otthoni elektronmikroszkópos vizsgálat során kiderült, hogy a fehér anyag nem más, mint üveg. Hogyan kerül kristályos szerkezetű üveg ebbe a normál hegyi kőzetbe? És mindez egyetlen vonal mentén. A szakemberek szerint ez csak akkor lehetséges, ha a kiindulási anyag egykor nagyon forró, felhevített volt, majd nagyon hirtelen lehűlt. Egyébként az egész sivatagos terület meglehetősen veszélyes hely. A talaj arzén tartalma 17-szer nagyobb, mint a megengedett. Arzén mindenhol előfordul a talajban, de nem ilyen mennyiségben. Ebből végérvényesen levezethetjük. Nazcában valami nem stimmel. Bár nem tudjuk, mi az, ami nem stimmel, de természettudományos módszerekkel ismételhető, ellenőrizhető módon igazolni tudjuk, hogy sok különleges jelenség tapasztalható. Itt, a talaj elektromossággal, a mágneses mezőkkel, az érthetetlen módon jelenlévő üvegszerkezettel a talajban, és a 17-szer magasabb arzén tartalommal. Nem tudjuk, hogy mivel magyarázhatók ezek a jelenségek. De Nazca egy szent hely, kultikus világörökség, és emellett nem lehet csukott szemmel elmenni. Ennek feltárása egy rendkívül bonyolult folyamat, amiben sok szakember vesz részt. Németországban a Műszaki Főiskola foglalkozik vele, Peruban pedig a Limai Katolikus Műszaki Egyetem, több más geológiai fakultás mellett. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Valami nem stimmel a múltunkkal. Attól tartok, mind a mai napig kevesen veszik maguknak a fáradtságot, hogy ezeket a kérdéseket kritikus szemmel világítsák át. Pedig egy újfajta szemléletmód nem ártana senkinek, ha ennek segítségével esetleg új igazságokra derülhetne fény. Köszönöm a türelmüket, és hogy egy sokat vitatott svájci fickóra ennyi figyelmet szenteltek.